Tavaly novemberben jelentette be a kormány a lakáshiteltartozás enyhítéséről szóló rendelet részleteit. Ennek értelmében minden 2018. január 1-e után megszülető harmadik és további gyermek után igényelhető a hitelenyhítés, már a terhesség 12. hetétől, sőt az örökbefogadott gyermekek után is. A támogatást a területileg illetékes járási hivatalnál lehet igényelni díjmentesen. Mindenki után a kormány átvállal 1 millió forintot. Körülbelül 1500 kérelem érkezett be, ennek több mint a felét már feldolgozták az illetékesek, és meg is kezdődött a hiteláthállalás. Körülbelül 3-400 esetben az elbírálás még folyamatban van. Közelíti az 1 milliárd forintot annak az összegnek a kifizetése, amit igényeltek eddig a családok. Idén eredetileg 17 milliárd forintos keretet szánt a kormány erre a programra, ezt később 10 milliárdra módosították. Ez évente 10 000 gyermeket jelent. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, ez a támogatási keretösszeg felülről nyitott. Elhúzódó hatású döntésről, intézkedésről van szó, tehát a jövő évre is ugyanúgy élni fog. A költségvetésbe természetesen be kellett írni egy számot, de ez egy abszolút virtuális szám, tehát amennyiben ezt felül írja a szaporulat, akkor természetesen a kormány előteremti az ehhez szükséges forrásokat. A bankok ezt a támogatást előtörlesztésként számolják el, vagyis azoknál a családoknál, akik megkapják a támogatást, az előtörlesztési díj egy részét az állam fizeti.